nyertes pedig nem más, mint a Budapest Party Service Kft. Milyen érzés megnyerni a legjobb ügyfélélmény díját? Igazából az is hatalmas élmény volt, hogy kimehettem a színpadra, de őszinte leszek, az nagyon izgalmas volt, amikor egy hete szembesültem azzal, hogy akár meg is nyerhetjük, és akkor elkezdtem nézni és olvasni azokat a véleményeket, amit rólunk írtak, és az egy hihetetlen nagy élmény volt, úgyhogy azonnal összehívtam itt a vezetőséget, és elújságoltam, hogy annyira büszke vagyok rájuk. Úgyhogy nekem már az is megérte, és az is hatalmas dolog volt, hogy az olvashattam és részt vehettem ott ebbe az egész értékteremtésben. És mi a titkotok? Mit tesztek azért, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek? Hát erre nagyon sokáig tudok beszélni. Van egy nagyon kedves mondásom, hogy a Jóisten csak diót ad a kezünkbe, és azt nekünk kell feltörni. És cégvezetőként mindenki tisztában azzal, hogy ez hit kell és kitartás. Én azt hiszem, hogy nekünk ami plusz még az egészben az, hogy szenvedéllyel tesszük mindezt. Tehát nagyon arra törekszünk, hogy érezzék az ügyfeleink, hogy az elejétől a végig, az ő agyukkal próbálunk gondolkozni, és tényleg azt örömmel és szeretettel tesszük. És miért fontos nektek az, hogy az ügyfeleitek elégedettek legyenek? Hát ez egy profitorientált cég, tehát egyértelműen abban hiszünk, hogyha az ügyfél elégedett, akkor nálunk költ. Az a legfontosabb, hogy tényleg elégedettek legyenek az ügyfeleink, és ez az, ami az egész mozgatórugója a cégünknek, és abban hiszek, hogy egyébként, hogyha nem csak engem, hanem a kollégáimat is ez boldogsággal tölti el, akkor tényleg egy ilyen flow érzéssel az egészet meg tudjuk váltani. És személy szerint te vezetőként mit kaptál a Bix-től, milyen érzés volt olvasgatni ezeket a véleményeket? Ugye az különösen megható volt, amikor először olvastam ezeket az élményeket. Az ember hajlamos arra, hogy mindig feladatokat és probléma megoldásokat próbál magának és a kollégáinak így támasztani. És nekem külön ki van írva az irodámba falára, hogy visszajelzést adni a kollégáknak, és pozitív visszajelzést adni. És ez egy olyan pillanat volt, ami egy picit át tudott így billenteni abba, hogy olvasva ezeket a tényleg kedves és jó értékeléseket, azonnal oda kellett mennem a kollégáimat, és meg kellett ölelnem őket, és elmondani, hogy mennyire büszke vagyok rájuk. És mit üzensz azoknak, akik értékeltek benneteket? Azt a bizalmat, amit eddig kaptunk, szeretném megköszönni, és én nagyon hálás vagyok, hogyha még élhetünk ezzel a lehetőséggel, és még sok-sok éven keresztül lehetünk jó partneri ezeknek a cégeknek. És végezetül miért ajánlanád másoknak a Bix-et? Az éttermeknél ugye vannak értékelő rendszerek, nemzetközi értékelő rendszerek, ugye mindenki ismeri a TripAdvisor-t, vagy találkozott biztos a közösségi médián a Facebookkal, és nekünk azok is jó visszajelzések. Számomra a B2B világban ezek a rendszerek kevésbé működnek, és kevésbé jelennek meg. A mi cégünkben is van egy olyan véleménynyilvánítási lehetőség a partnereknek, hogy a rendezvények végén elmondhatják, hogy mi az, ami tetszett nekik, mi az, ami nem. A Bix abban volt szerintem különösen erős, hogy a partnerek nem azt érezhették, hogy ezt mi küldjük el, mi vagyunk azok, akik olvassuk, és számunkra próbálnak egy inkább szubjektív vagy kedves véleményt formálni, hanem hiszem azt, hogy egy ilyen sokkal objektívebb tényekkel találkozhattunk azokban a írásokban, amit olvashattam.